Nézve a Fejér megyei oligarcházást, attól tartok, jó része a nagyapám birtokaira vonatkozik. Nem kellett volna talán ez a demokratikus hajcihő ott 1945-1947 táján. Most minden szépen az öregé volna, és majdnem mindenki jól járna. Engem kivéve, az a sok macera a cselédséggel hagyjuk. Az én nagyapám rendes oligarha lenne. Vagy még annál es jobb. Nem volna korrupció, rend volna, a gazdaság működne, a népek meg volnának elégedve, és így véletlenül a Fideszre szavaznának. Mindennek az ára nem volna nagy. Az uradalom megtartaná a törvényeket, de az nem elvárható reálisan a nagyapámtól, hogy az embereket egyenlőnek tekintse. Úgyhogy ezt a republikánus vonalat el kéne felejteni. De azt talán nem fájna nagyon a mai kormánynak. És hát, egyeseknek talán váratlanul, le kéne állni ebben a Horthy projekttel. Nagyapám nem kegyelte ezt a tenger nélküli tengeri micsodát. És bizony birka pörköltös látná vendégül a kormányt. És félő a felcsúti futballakadémiát sem támogatná. Senki sem fenékig tejföl.